Én is köszönöm, Uram, hogy itt lehetek. Hálát adok a Te kegyelmedért, a Te szeretetedért, a jóságodért. Köszönöm az életet, amivel megajándékoztál bennünket. És a csodálatos jelenlétedet, amivel elárasztod a szívünket és a bensőnket. Amen. A mai előadásom címét már is megadom, hogy ne kelljen erről gondolkodni utána. A cím pedig az, hogy egybeírva gondolat-élet. Tehát gondolat-élet. És ma reggel, amikor benyomtam a telefonomba, van egy ilyen funkció, hogy egészségügyi funkció, ahol leírja azt, hogy nem mindegy, hogy mit teszel, hogyan mozogsz, hogyan alszol és pihensz-e, ezek egymásra hatással vannak, és a végeredmény, hogyha jól táplálkozol, hogyha mozogsz egy kicsit, a stressztől egy kicsit megszabadulsz, és ha jól alszol, akkor kipihened magad, és ha kipihened magad, és adsz a pihenésnek is időt, akkor jó lesz a testednek. De ez az egész dolog, ez csak a testet határozta meg, a testnek a funkcióit, és gyakorlatilag ugyanezt elmondhatjuk a szellemünkről is. És én erről szeretnék beszélni egy kicsit, hogy hogyan lehet jól élni szellemileg. A szellemi életben az újabb kijelentése Jézus Krisztusnak az a kegyelem, amit azért jelentett ki, hogy helyreállítsa az életünket, helyreállítsa az egyházat, helyreállítsa a kapcsolatunkat Istennel, és a világgal is megbékéljünk mi magunk is, hiszen az Atya már réges-rég megbékélt. Nem tulajdonítatván nekik bűnt, hanem egész másképp gondolkodik felőlük. A gondolattal kezdem el, ugye a gondolatból lesz a cselekedet, tehát vigyáznunk kell a gondolatainkra, mert a gondolatainkat ki fogjuk mondani. A kimondott beszédünket meg fogjuk tenni. A megtett cselekedeteink szokássá válnak. A szokások meghatározzák a személyiségünket, a személyiségünk pedig meghatározza az életünket. Tehát gyakorlatilag ez is egy ilyen ív, ami ott kezdődik, hogy gondolat, és beszéd, és cselekedet, és szokás, és személyiség. Ez az ívbe próbálom behozni most az Istennek az üzenetét, és kezdem a gondolatokkal. Jézus nagyon fontosnak tartotta a gondolatokat, és nagyon sokszor válaszolt is a gondolatokra, tehát igenis számon tartotta az embereknél a gondolatokat is már alaphelyzetbe. A 2 Korintus 10:5 azt mondja, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyulejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Na, ez itt kezdődik a kegyelem. Itt kezdődik a harc, itt kezdődik a mindennek az eldőlése, hogy a gondolatodba hogyan tudsz benne maradni a jó gondolatokba, és természetesen az isteni gondolatokba. Számtalan gondolat jut eszünkbe a fejünkbe, sokszor félelem. Hát ma az emberek félnek. Ez a terrorizmus, meg idegen, meg ez, meg az, stb. Behozott egy félelmet az egész világba egyébként, és az embereken rajtül a lelkükön a félelem. Miért? Mert a gondolataikban ott vannak, a terrortámadások újra és újra idézik őket, újra és újra mutatják a képeket, és gyakorlatilag ezáltal az ördög elvonja a figyelmedet olyan dolgokról, aminek valójában nincs jelentősége. Ezeknek a dolgoknak semmi jelentősége nincs, mindig is voltak és lesznek tragédiák és különböző nehézségek, és annak idején az áldozatával Pilátus megölte a nem tudom hány zsidót ott, és ezen kezdtek el ott gondolkodni, és Jézus azt mondja, ne hülyéskedjetek már, nem ezen kéne gondolkodni, hanem hogyha nem tértek meg, hasonlóképpen elvesztek. Tehát nem az a problémánk, amit a világ elénk tár, hanem az a probléma, hogy mit gondolsz. És van egy ilyen lehetőséget, hogy foglyul lehet ejteni a gondolatot. Amikor én a Máriát ápoltam,
és halálos beteg volt, és egy nehéz szakaszon ment át az életünk, akkor megértettem azt, hogyha én ebbe belegondolok, hogyha én ezen gondolkodok, hogyha én ezen örlődök, hogyha ez meghatározza az életemet, hogy a feleségem meg fog halni, akkor én is előbb-utóbb ebbe az egészbe belepusztulok, vagy legalábbis beleroppanok, vagy cukorbeteg leszek, vagy idegbeteg, vagy pánikszindrómás, vagy mindegy, hogy micsoda. A legtöbb embernek refluxa van, mert a gondolatai kicsinálják a gyomrát. És olyan érdekes, hogy most Bibliai iskolán megjelent egy házaspár, 15 éve nem jártak gyülekezetbe, és Esztergomba jöttek el egy vagy két hete, ahol tartottam alkalmat, és akkor a srácot, azt nem lehetett már sehova elhívni, már csúnyán is beszélt, káromkodott, már rám vonatkozólag is, ugye nem mondom el, hogy ki az a Kubinyi, érted, menjen a stb. Ezt így kimondta a feleségének, és azt mondja, hogy jó van, de még gyere el, hallgass meg ezt a hülyét. És amikor így, azt mondja, ez nem olyan, mint a szokásos, ez hülyébb a többinél is, és akkor kérlek szépen bejött az alkalomra, és semmi más nem történt, mint a Szent Szellem megérintette, elkezdett sírni, és teljesen a legnagyobb tünet, ami megtörtént vele, hogy minden reggel ilyen gyomorgörcsel ébredt, és fájdalmai voltak a gyomrába, hogy elmúlt. Elmúlt neki a szorultság az Istennek a jelenléte miatt. És amiatt, hogy ott azon az alkalmon olyan prédikációt hallott, ami kiütötte a rossz gondolatokat a szívéből. És ez a rossz gondolkozást, amikor kiütik az ember szívéből, akkor a teste is rendbe jön. Mert az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy a szellemünkből élünk. És nem fordítva. A testünk ezért soha nem tud boldoggá tenni bennünket. A testünk soha nem elégszik meg. A testünk a soha nem tud teljes örömre jutni. De amikor a szellemünk által él a testünk, akkor teljes boldogságba, teljes örömbe, teljes kielégültségbe juthatunk. Ezért mennek a különböző megcsalások, mert azt hiszik, hogy majd a következő partner majd boldoggá teszi őket. De nem teszi őket boldoggá. Akkor már kábítószer hatása alatt akarnak kapcsolatot teremteni, hogy akkor majd biztos frenetikus lesz a boldogság, és egyre nagyobb az üresség. És fokozzák a dolgokat, és nem szabad őket elítélni, mert csak egy dolgot nem tudnak, hogy a test nem tudja az ember boldoggá tenni. Mondhatja is az ember, hogy a test az a halált hozza, a test gondolata. És amikor foglyul ejtjük a gondolatokat, akkor igenis van egy olyan lehetőségünk, hogy ne kerüljünk a negatív gondolatok hatalma alá. És erről sokat beszélhetnénk, de nekem ez volt az első nagy győzelmem, amikor a Máriával kapcsolatban az életről gondolkodtam, a feltámadásról gondolkodtam, Krisztusról gondolkodtam, a szeretetéről, a kegyelméről, és ekkor született meg bennem mélyen, nagyon mélyen a kegyelem üzenete. És igazából nem kerültem soha fizikálisan rossz állapotba emiatt, mert a gondolataimat meg tudtam őrizni, miben? Krisztus Jézusban. És amikor foglyul ejtjük a rossz gondolatokat, akkor itt megemlíti ez az ige, hogy le kell rombolni magaslatokat. Hát ez egy nehezebb kérdés. Ez egy nehezebb kérdés. Ez azért nehezebb kérdés, mert beégtek az agyunkba, mint klisék, a rossz gondolkozás. És a hívőknek beégtek igék és ige magyarázatok bizonyos szituációkkal kapcsolatban, amik teljesen padlóra teszik. És nem csak padlóra teszik, hanem képtelenné teszik arra, hogy kijöjjenek rossz szituációkból. Épp ma hallottam egy eretnek gondolatot egy lelkipásztortól, aki azt mondta, hogy a bűn az azt okozza, hogy kiesél a kegyelemből. Na ez egy eretnek tanítás. Azért eretnek, mert nem egyezik meg az igével, nem egyezik meg az Isten szellemével, nem az Isten tanítása, mert a kegyelemből az esik ki, aki a törvény alá bemegy. Ezt mondja az írás. És a kegyelemből nem esik ki az az ember, aki bűnbe kerül bele, ugyanis akkor mindig bárki állandóan, hát még ki nem vétkezik, hát testben élünk. Arra kell vigyázni, hogy ne testbe kerüljünk bele, hanem szellembe legyünk, mert ha testbe vagyunk, annak az egyik jelzése, hogy bűnbe kerülünk. De az nem esik ki a kegyelemből.
nem esik ki a kegyelemből az az ember, aki elesik a bűnbe. Nem esik ki. Kész, kész. Ez, de a kereszténység ezt tanítja, hogy kiesel a kegyelemből, ha bűnt követsz el. És úrvacsorát nem vehetsz bűnnel, ugyebár bűnvallást tartunk előtte, holott az úrvacsorát csak el kell különíteni, és hittel kell venni, és a bűn bocsánatra kell emlékezni. Szó sincs arról, hogy most minden bűnöket követtél el. És ezek mind olyan klisék, amik beégtek az agyunkba. És az, hogy az üdvösségedért tenned kell, és adakoznod kell, gyülekezetbe járni, Bibliát olvasni, imádkozni, amit természetesen, aki Isten szerelmébe él, megteszi ezt magától, de amikor megfordítódik a dolog, és azt mondják neked, hogy ezt tedd meg, mert különben kiesel az üdvösségből, nem mész be a mennyek országába, akkor ez egy hamis tanítás. Nagyon sok eretnek tanítás van itt közöttünk, amiket mi is bevettünk. Ugye múltkor Ervin hívta fel a figyelmet rám, hogy a Jelenések könyvében ugye az van, hogy és a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei. Ahol nincs is olyan szó, hogy cselekedet, hanem a szentek megigazultsága a fehér ruha. De mivel az egyház azt tanította, hogy jót kell cselekedned ahhoz, hogy bemenj a mennybe, ezért így fordították le, hogy a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei. Hamis tanítás, hamis bibliai fordítás. És teljesen hamis útra vezeti az embereket, akik ezen túl azt gondolják, majd, hogy ők jókat cselekszenek, akkor bemennek a mennybe. Azt mondja Péternek Jézus, hogy akkor kiüdvözülhet. Azt mondja, embernek ez lehetetlen. Tehát emberi erővel lehetetlen üdvözülni. De Istennél minden lehetséges. És gyakorlatilag a hit hallásból és az Isten igéjéből származik, ami azt mondja, hogy aki hisz ki Jézus Krisztusban, az átment a halálból az életre. Azt mondja, aki Jézus Krisztusnak a váltságát elfogadta, az üdvözült. Már most üdvözült, már most életben van, már most belép Isten országába. Nem majd, nem esetleg, nem talán. Ez a talán, ez egy borzasztó dolog, gyerekek, az a legiszonyatosabb, amikor arra gondolsz, hogy talán szeret a feleségem. Hát ez egy borzasztó. Ez egy borzasztó. Ma is megkérdeztem a Katától, szeretsz? Mondta, ne hülyeskedj már, mindig megkérdezed, hogy szeretsz-e. Nagyon szeretlek. Ki kell újra mondani, hogy nagyon szeret. Biztos akarok lenni benne. Mert annál borzasztóbb nincs, amikor elbizonytalanul ki az ember, ugye már máma olyan dolgot csináltatott velem, hogy azt gondoltam, hogy nem szeret. De mindegy, tehát... igen, ezt megnézi. Most fék. Igen, gondolatomat megfékezem. És amikor bizonytalan vagy abban, hogy Isten téged 100%-osan szeret, amikor bizonytalan vagy abban, hogy Isten téged megváltott, hogy Isten téged elfogadott, hogy minden bűnöd meg van bocsátva, amit elkövettél, most elkövetsz, és el fogsz követni azt is már, persze ez, azt hiszik, hogy ez az eretnek beszéd, pedig az az eretnek beszéd, aki azt mondja, hogy nem így van. És közben ott van az agyadba, hogy ez nem ezt tanultam. Megijedsz. Elkezdesz félni. Mitől félsz? A szabadságtól félsz, testvérem? Mert meglettél tanítva a rabszolgaságra. A téglapakolásra. Meglettél tanítva arra, hogy 8 óra munka, 8 óra munka, 8 óra munka. Semmi pihenés, semmi öröm, csak meló. És akkor talán bejutsz a mennybe, akkor talán majd az Isten szeret, akkor majd talán az Isten elfogad. De a Biblia példák pontosan arról beszélnek, hogy Isten szereti az embert. Isten a bűnösök barátja. Arról szól, hogy Jézus nem ítélte el, nem kárhoztatta az embert. Ahol az ítélet és a kárhoztatás megjelenik, ott megjelenik a cselekvő képtelenség, ezért a sátán a szentek vádlója, aki éjjel-nappal vádolja az Isten szentjeit. Éjjel-nappal vádol bennünket. Az Isten pedig nem vádol. Ott azt a nőt, amikor megfogták, megint csak mondom, mert központi kérdés, igeileg meg kellett volna kövezni. De nem csak, hogy nem kövezik meg, nem csak, hogy nem dobják rá a követ, Jézus sem dobja rá a követ, hanem azt mondja, nem, én sem vádollak téged. Nyilvános bűnről van szó, én sem vádollak téged. Gyerekek, itt nagy az elmebeli küzdelem. Itt nagy az elmebeli küzdelem. Amikor Dávid már elment, elbujdokolt, elhagyta Izraelt, fölkent király volt.
Fölkent király volt. Sámuel fölkente. És Saul üldözte. Hosszú évek teltek el, nem egy-két hónap. Mint ahogy te is gondolkozol. És hányszor jön föl benned a keserűség, hogy mennyi idő van. És hol késik az Úr. És jönnek a keserű gondolatok, jön a bizonytalanság, jön egy csomó minden. És akkor az történt, hogy elmegy a sereggel, Dávid aztán visszaküldik, és mikor visszatérnek, ez külföldön van, visszatérnek, akkor kifosztatalálják a tábort, elvitték a feleségeiket, elvitték a gyerekeiket, elvitték minden vagyonukat. És annyira elkeseredtek, hogy akkor meg akarták kövezni Dávidot. Akkor a gondolatukban a Dávid barátjai, azok, akik Dávid mellett voltak, akik végigkövették, végigharcolták, hittek benne, tudták, hogy ő a felkent király, annyira elkeseredtek, hogy meg akarták kövezni. És akkor Dávid jön, és azt mondja az írás, hogy megerősítette magát az Úrban. Nem a keserűségben, nem abban, hogy elvitték a feleségem, nem abban, hogy kifosztottak, nem abban, hogy külföldön vagyok, és nem vagyok király uram, hát akkor most befejeztem, csalódtam benned is. Hányszor hallom én ezt? Csalódtam az Istenbe is. Az Istenbe azért csalódsz, mert még mindig a gondolataid ott vannak, hogy nem biztos, hogy szeret téged. És azt mondja Dávid, megerősítette magát az Úrban, és elment, visszahozta a feleségeket, és visszahozta a gyerekeket, és visszahozta az ellopott cuccot. És abban a pillanatban, amikor a kövezés lett volna, abban a pillanatban vált királyá, mert akkor ölték meg Sault. És már jött a követség érte, jött a küldöttség érte, hogy gyere haza, te vagy a király, és trónra ment. Egy nap alatt a halál helyett a trónba ment. És képzeld el, mindig akkor van a legnehezebb pillanat, amikor a legközelebb vagy a győzelemhez. És ez mindig így van, képzeld el. Akkor akarnak legjobban eltántorítani, amikor legközelebb kerülsz a megoldáshoz. Hogy add fel, és gondolkozz másképp, beszélj másképp. De le kell rombolni a rossz gondolatokat. És ez a Dávid, azért szerettem a Dávidot, mert a Dávid, amikor miután megölt egy embert, egy saját katonáját, paráználkodott a feleségével, házasságot tört ezáltal, hazudott, és minden gonoszságot elkövetett, és mikor kiderült az egész álnokság róla, ez a Dávid nem azt mondja, hogy vége, befejeztük, hanem gondolataiba egyszerűen összeszedi magát, és azt mondja, Uram, bármi jöjjön, csak a te szent szellemed, ne menjen el tőlem. Nem úgy gondolkodott, hát igen, most már vége. Dávid már nem lesz az Isten szíve szerint való ember. Dávid belement ilyen és olyan, nem pici bűnökről van szó? Hányszor fektettek téged meg kis bűneid miatt? Egy önkielégítés miatt, vagy egy abortusz miatt, vagy olyan dolgok miatt, amit tacsra tettek téged, vagy elhagytad a gyülekezetet, vagy mit tudom én, paráználkodtál, de ez az ember, ez gyilkolt, paráználkodott, házasságot tört. És mégis azt mondja, a Szent Szellemet nem szeret, Ószövetségről beszélek, ezért Dávid fia lett Jézus. A gondolkozás miatt Dávid nem volt hajlandó másképp gondolkozni Istenről, mint a kegyelmes Istenről, a szerető atyáról, mind akihez ő hozzá tartozik, és semmiképpen nem akar nélküle élni. Nem volt hajlandó másképp gondolkozni. Nem a bűneiről akart gondolkozni, hanem arról, hogy veled akarok lenni, és hogyha te nem jössz a Szent Szellemeddel, nem tudok énekelni, nem tudok zsoltárt inni, nem tudlak dicsérni, nem tud betöltekezni az Isten szerelmével. És ez sokkal többet jelentett. Azt mondja, hogy ez a szerelem, ez az Istennel való barátság, ez mindennél fontosabb. És én nem a bűnt akarom, bocsássatok meg, felemelni, hanem csak azt akarom mondani nektek, hogy például a bűnközpontuság egy eretnek tanítás volt közöttünk, amit le kell rombolni, mert a bűnkérdés meg lett oldva. Vagy ha nem lett megoldva a bűnkérdés, akkor nagy szarba vagyunk. Komolyan mondom. Akkor nagy szarba vagyunk, akkor mindenki. Mert mindenki elkövet itt-ott-amott bűnt. Még aki nagyon igyekszik is. Hát egy Jakab mondja, hogyha valami jót teszel, és nem tehetnél, és nem teszed meg, bűne az annak. Hát kész, vége. Hát, tehát, hogyha bűn körül, akkor lesüllyedünk, lemegyünk a mélyig. Mondok egy példát, csak példákat mondok, csak azért, hogy értsétek. És ez a prédikáció, amit én hirdetek, ez tudom, hogy a mennyből van, és azt is tudom, hogy nagyon ellene van a fennálló keresztény trendnek, és a fennálló keresztény gondolkozásnak. És tudom, hogy haragszanak erre. Azt állítják rólam, hogy
hiperkegyelem tanító vagyok, de nem hiperkegyelem vagyok, vagy szuperkegyelem, vagy mit tudom én, milyen kegyelem tanító vagyok, hanem Jézus Krisztusnak a szelleme által szeretnék tanítani arról az új szövetségről, amit az Isten elküldött az ő fiában. És ez a példa az, hogy most Győrbe beszélgettem egy sráccal, és mondja, Karcsikám, én ateista voltam, és nagyon komoly kábítószeres reggel, amikor belőttem magamat, akkor ez a kábítószer egy szorongást egyrészt csillapított, és feloldott engem, másrészt egy félelmet behozott, hogy mindenki figyel, és ezért mikor azt gondolta, hogy mindenki őt figyeli, ezért csak motorral közlekedett, motorral. És mondja, hogy egyik lámpánál állt, és nézte a forgatagot, és egyszer csak Isten szólt hozzá hallható hangon, hogy mindez semmi, sokkal több, ami e fölött van, és az én létezésem, Isten létezéséről tett bizonyságot az Isten, és akkor tudta, hogy ez a Bibliában le van írva, és a kábítószerezést nem hagyta abban, hanem egyszerűen elkezdte olvasni a Bibliát, és teljesen betöltötte a Szent Szellem, elment először is, ja, és azt mondta, hogy nem kell neked félned, ezt mondta neki az Isten. Nem kell neked félned. Tehát nem azt mondta neki először, hogy tedd le a kábszert, hanem, hogy nem kell neked félned, és én megszabadítalak a félelemtől. És amikor ezt megtapasztalta, hogy másnap már nem félt. De a kábítószert gyakorolta, és azt mondta, a kábítószer hatása alatt mindig betöltötte a Szent Szellem. Ugye szabálytalan, nem? Mert ez bűnös, ne töltsön be. Ugyanerről beszélt a leszbikus házaspár, aki fönn van a videója a Leszbi vagy nem leszbi című fejezetnél. És ők érdekes módon, amikor megérítette, mert mondtam, hogy figyeljetek, imádkozzatok, úrvacsorázatok, ne azzal foglalkozzatok, hogy leszbik vagytok, hanem azzal foglalkozzatok, hogy Krisztusban kemény beszéd, amit mondok, és döntögeti a tabukat, de le kell, hogy dőljön minden tabu. Mert meg kell, hogy lássuk Krisztusnak a teljes valóságát. És amikor betöltötte Isten őket, és megkezdődött a szabadulásuk, amit Isten hajtott végre, mert nem jártak 15 éve gyülekezetbe. Tudjátok, mit mondott először nekik az Isten, hogy megszabaduljanak? Nem azt, hogy hagyjátok el a leszbi kapcsolatot, hanem hogy bocsássatok meg. Bocsássatok meg szívetekből. Ez legyen az első lépés. Bocsássatok meg. Ugye haragudtak, akik elítélték őket. Tudjátok, hát itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen vannak ezek az emberek. Bocsássatok meg. Ez volt az első lépés. Mind itt a félelemtől való megszabadulás. A megbocsátatlanságból való megszabadulás. Az Isten mindig másképp gondolkodik, mint ahogy mi ezt elképzeljük. És ez a fiú, miután megszabadult, és azt mondta, egyre kevésbé kellett neki a kábítószer. Amikor bement egy gyülekezetbe, hogy bemerítették, betöltötte a Szent Szellem, nyelveken szólt, de még kábítószerezett néha-néha, már lájtosabban, már csak füvet szívott. Most el tudjátok képzelni, mit jelentett egy gyülekezetbe, hogy valaki füvet szív? Kitekerték a nyakát. És azt mondták, hogy ez nem lehetséges. Hogy te Isten vezetése alatt vagy. Mindent, amit addig az Isten elvégzett benne, kézi vezérlésre vették, tönkretették ezt az embert, ma kemény kábítószer fogyasztó, és gyűlöli a hívőket. És gyűlöl minden vallásosságot, és minden kereszténységet, és mindent, ami ezzel kapcsolatban van. És azt mondta, elvették tőlem a Krisztust. Mert megmondták neki, hogy mit csinálhat, és mit nem csinálhat. Úgy viccesen mondtam az Andéknak most, mikor bizonyságot tettek a gyülinkbe, hogy és most, hogy valóságosan megszabadultak, meg lehet nézni egyébként, nagyon döbbenetes az egész. Most figyeljetek, most külön kell költöznötök. Figyelj! Oda jön hozzám a focin egyik testvérünk, és azt mondja, tudod, Karcsi, hogy ez profétai beszéd volt. Hát pont a kézi vezérlés, erre beszélek. Pont arról, hogy nem mondjuk meg. Hát érted, nem hoztuk el a szabadulásukat, ők Istentől megkapták a szabadulást. Most én mondjam meg nekik, hogy költözzenek külön? Hogyan? De egyébként, ha megszabadok, mint barátnők, miért nem lakhatnának együtt? Mit turkálok én a dolgokban? Miért akarom én meghatározni? Mi ez a bűnközpontú szemlélet? Te betegek vagyunk, gyerekek. Betegek.
betegek társasága a kereszténység. És még egy kicsit debilek is. És ideg, gyengék. Mert annyira sok mindent magára vett a kereszténység, hogy belegárgyult. Figyelj, hát az emberek pontosan megérzik ezt, de amikor ez a srác mondta, hogy persze mindent utána már szabály szerint csinált, és 10 évig próbálta az egészet, egyre távolabb került az Istentől, egyre jobban visszakerült a bűneibe, egyre jobban megnyomorodott az élete, és egy borzalom jött rá. Én szeretném azt megmondani nektek, hogy a büntelenségnek egyetlen útja van, és ezt vagy befogadjuk, és a Róma 6 mondja, vagy nem fogadjuk be, hogy kegyelemben járunk, és ezért nem vétkezünk. Tehát vagy elfogadjuk, hogy az Isten igéje igaz, vagy nem. Vagy elfogadjuk, hogy aki törvényből akar megigazolni, a kegyelemből kiesett, csak ez az egy kiejtés van, vagy nem fogadjuk el. Vagy elfogadjuk, hogy akik a törvény alá bementek, átkozottak lettek, mert nem lehet másképpen. És olyan érdekes, hogy amikor az igéket vesszük, és ezeket az egészeket, egy életellenesség van a keresztény gyakorlatban, és egy ítélkezés van, és a bűnösöknek a megbélyegzése, persze csak némely bűnösöknek, mert azért az már nincs megbélyegezve, hogy annyit adakoztat, és olyan gazdagon él, mint egy olajsejk. Az nem probléma már, mert őt Ábrahám áldása van rajta. Tudod, mi van rajtad, apám? Most nem mondom meg, de... És egyszerűen olyan bűnöket tűrünk meg, amik elképesztőek, és olyan bűnöket szűrünk ki, amik persze nyilvánvalóak, és persze ez a szerencsétlen is szenved abba, hogy belekerült. Én mindig azt mondom, hogy a bűnnek ott van a büntetés mindjárt, ott van. És a szerencsétlen ott fekszik a padlón, és akkor még mi belerúgunk? Nem létezik, gyerekek, ez nem krisztusi. Hát nem Krisztus, hát átlépi a pap, átlépi a levita, és akkor arra jön egy olyan, aki nem Isten szerinti életet él, mert szamaritánus és kevert szellem van benne. Az meg nem lépi át. Az meg elviszi és felemeli és bekötözi és olajat tölt a sebeire. Hát igen. Hát erről van szó. Akkor is erről volt szó, most is erről van szó. Én nem gondoltam volna, a farizeus szellem reinkarnálódik. De én most már hiszek a reinkarnációba. Tehát azt mondja, hogy a gondolatokat, a gondolatokat fogjul kell ejteni, és a magaslatokat le kell rontani, ami Isten ismerete ellen van. Ez nagyon érdekes, ez olyan, mint a biciklizés, vagy az úszás, amikor nem tudom, hogy visszaemlékszel-e arra az élményre, hogy nem tudtad elképzelni, hogy te fogsz tudni. Én például a síeléssel voltam így, én most tanultam meg tavaly síelni, és hát elképesztő volt, hányszor estem segre. És néztem, hogy ilyen kisgyerekek így hopp-hopp, érted, csak így mennek, de ilyen 5 évesek, tehát egész kicsik. És én meg ott voltam nagy mafla, érted, és miért? Azért, és ezt már mondtam, de egy nagyon érdekes dolog, azért, mert a síelésben másképpen mozog az ember, mint a motorozásban. Én szeretek motorozni, vagy biciklizni, bedőlsz, és akkor arra fordulsz. A síelésnél nem úgy van. Ide lenyomod, és akkor mész arra. Tehát mi történik? Egy klisét ki kell égetni az agyadból. És ezért nem is lehet egy nap alatt megtanulni síelni, mert nem ég ki. 3 nap állandó gyakorlást igényel, hogy bejöjjön az, hogy ezt nyomod és arra mész. 3 nap. Mert az agyad nem áll át. Tehát lehet, hogy megértetted, lehet, hogy mindent tudsz. Tudod, hogy működik, és mégis, amikor oda kerülsz, akkor bedőlsz. És már mész is el. Vagy, mikor megijedsz, akkor így csinálsz, és ki is ment alólad a léc. Mikor, hogyha rámész a lécre, rá terhelsz, és azonnal tudod irányítani. Pont az ellenkezője, mint amit megszoktál.
Na hát a kereszténységben pontosan így van. Halálfélelmünk van, hogy beledőljünk, amikor hátra döltünk. Vagy balra terheljük, amikor jobbra akarunk menni. Halálfélelmünk van, és olyan gondolataink vannak, hogy istentelenek vagyunk. Meg a pokolra fogunk menni. Meg az ördög becsap bennünket. Meg mindenfajta ilyen borzalom. Holott Isten olyan csodálatosan megszabadított bennünket, hogy ez elképesztő nagy dolog. Elképesztő nagy dolog. Azt mondja, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Itt van egy nagyon fontos dolog, hogy a gondolatainkba meg tudjunk állni az Isten gondolatai szerint, majd olvasok egy-két igét, meg tudjunk állni, hogy az Isten békessége legyen benne a szívünkbe és a gondolatainkba, mert ez fogja tudni megőrizni a szívünket, a gondolatainkat. Az Istennek a békessége. Hányszor mondta Jézus, hogy békesség nektek, békességet adok nektek, békesség, ne féljetek. Mikor halála után és feltámadása után megjelenik, és úgy köszön, hogy békesség. Békesség. Persze békesség, békesség. Na de ez több, mint egy ilyen, hogy is mondjam, szevasz tavasz, meg hello baby. Nem erről szól. Hanem ez a békesség, azt mondja, 2 Korintus 5.18. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett. A Jézus Krisztus által, nem tulajdonítván nékünk a mi bűneinket. És akkor utána folytatja, még azért azt felolvasom, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Na, ez a békesség. Miről van szó? Nincs neked tulajdonítva a bűnöd, Jézus által Isten megbékélt veled, nem tulajdonítja neked a bűnödet, ezért tudja Jézus azt mondani, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, még semmit nem szól a gútaütőd, mikor leengedik. Ezért mondja, hogy megbocsátattak a bűneid, mert nagyon szerettél. Felháborodnak Jézuson. Ki az, aki megbocsátja a bűnöket? Hát ő, aki bűn nem ismert, bűnné lett értük. Ez nem pici dolog! Miért ragaszkodsz a bűneidhez? Miért akarsz belecsavarodni újra és újra? Miért engedsz a démonoknak? Miért engedett meg azt a luxust, hogy te még mindig a bűneiddel foglalkozol? És itt már nem arról beszélek, hogy bizonyos mértékben nem kell, de igenis arról beszélek, hogy arról azzal kell foglalkoznod, hogy meg vannak bocsátva a bűneid, az agyadba ki kell lőnöd a klisét, aki állandóan sarokba akar téged állítani, megbélyegezett, meg akar bélyegezni, meg akar szégyeníteni. Azt a gondolatot akarja beléd hozni, hogy te alkalmatlan vagy, hogy te nem vagy képes az Isten szerelmére, hogy te csak egy alsó tagozatos vagy, vagy osztályon kívüli, vagy egy bukott. Hogy lehet az, hogy amikor Jézus Krisztus bűntelen lett érted, bűnösség lett érted, hogy te bűntelenné legyel, akkor te a bűnösségedre gondolkozol, ahelyett, hogy a bűntelenségen gondolkoznál, mert ott vannak a hülye prédikátoroknak a hülye igehirdetései, akik a te bűnösségedről prédikálnak állandóan. De a Szent Szellem a bűntelenségedről prédikál, ne haragudjál már, vége, véget kell vetni ennek a borzasztó begöngyölésnek, ami begöngyöl bennünket mindig a bűnbe, és a keresztények sokkal inkább bűnbe járnak, mint a hitetlenek. Képzeld el, sokkal inkább. Sajnos. Mert a bűn olyan természete van, hogyha a törvényel meg lesz pékelve, akkor megerősödik, és hol kapott a legtöbb törvényt a bűn? Hát a keresztény egyházba. Ott kapta meg a legtöbb erőt. Ott kapta meg a legtöbb felhatalmazást ahhoz, hogy erős legyen. A bűnnek a fullánkja, a törvény. Amikor ezt megérted, hogy a bűntelenségeden gondolkozzál, mert Krisztus Jézusban bűntelenné lettél, ez Atya igazsága lettél, megigazult ember lettél az Istenben, ez egy gyönyörűséges dolog.
Ki lett nyilvánítva, hogy szerelmese vagy az Istennek? Ki lett nyilvánítva, hogy az Isten mindent megbocsátott? Ki lett nyilvánítva, hogy az Isten az nem haragszik rád? Az Isten haragja elmúlt. Vannak igék az Isten haragjáról, meg a bosszúállásáról, meg az ítéletéről. De az új szövetség, az örömüzenet nem erről szól. Nem erről szól, gyerekek. Ez az igazság. Nem erről szól, és mi mégis ebbe kezdünk hinni, és keverjük az evangéliumot az Ószövetséggel. Keverjük a törvényt a kegyelemmel. És tudjátok, a patikárius kenetét egy döglött légy megbüdösíti. A kegyelem üzenetét megbüdösíti a törvény. És az ítélkezés és a károsztatás szolgálata. Tehát azt mondja, hogy aki bűnt nem ismer, bűnét tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amikor ez a klisé kezd beégni az agyadba, figyelj, nagyon fontos, hogy tudatosan, igen, tudatosan kell megtanulni síelni, ösztönösen nem lehet, mert az ösztöneid becsapnak. A vallásos ösztöneid becsapnak. A vallásos ösztöneidet ki kell nyírni, ki kell iktatni. És aki, én nem azt mondom, hogy nem üdvözülnek azok a testvéreink, akik ezt nyomják, meg keverik, meg minden. Nem arról beszélek, hanem arról beszélek, hogy boldogtalanul élnek. Tele feszkóval, és tele görcsel, és tele félelemmel, és tele megfeleléssel, és kényszerekkel. És igazából, amikor ezek a klisék, ezek a beégetett klisék az agyadba, a gondolataidba kezdenek, és ezért reggel, és délbe, és este is gondolkozz arról, hogy büntelen vagy Krisztusban. Valljad meg az imádba, kezd beégetni, kezd át, fordítsd át a megtérés, metanónia, gondolkozás, megváltoztatás, gyerekek, itt áll vagy bukik minden. Ugye gondolat élet a cím. A gondolatodból fejlődik ki az életed. Találod meg az életet, az élet lett az emberek világossága, ami a sötétségben fénylik. Ha tele vagy élettel, az emberek ezt megérzik. Mert a gondolatod tele van kegyelemmel, tele van szeretettel, elfogadással, és nem ítélkezéssel. És nem arra gondolsz, hogy a világiak azok mennek a pokolba, és azok a bűneikben meghalnak, és tönkre mennek, hanem arra gondolsz, hogy a világiaknak is megvan bocsátva a bűneik. És amikor ezt kezded el gondolkodni, ezt a világiak megérzik. Ezt már sokszor mondtam, de most is mondom, a gondolataidat megérzik az emberek. Ha rosszat gondolsz valakiről, megérzi. Nem tudsz vele jól beszélgetni. Emlegetett szamár ugyebár megjelenik, és mind valahogy érzi, hogy őróla beszéltek. A gondolat óriási. Óriási. El se tudjátok képzelni. És ugye a második lépés, hogy amikor a beszéd, és most nem akarom a beszédet, mert a beszédről annyi mindent ír a Jakab is, hogy elképesztő, de egy rövid részt írtam csak ki, a Jakab 3:2. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni. És itt a Jakab levélben még mást is ír, hogy egy forrás az embernek a teste, a szája, a nyelve, ami nem mondhat egyszerre ilyet is, meg olyant is, és nagyon zavaros ez az ige, mert azt mondja, hogy nem lehet megszelidíteni a nyelvet, mert gonoszságnak világa, és akkor mondom, hogy ha nem lehet megszelidíteni, akkor mit csináljunk? Hát itt Jakab arról beszél, hogy a testből nem fogsz tudni szellemi lenni. Erről beszél. Hogy nem a nyelveddel van itt sem a baj, csak nem írja le, a végén nem fejezi be valahogyan. Nem a nyelveddel van a baj, hanem a nyelved a gondolatodból, a hitedből, a belső meggyőződésedből forrásozó nyelvvel van a baj, és ha a testedből forrásozik ez a nyelv, akkor hiába áldod vele az Istent, azzal átkozod a fele barátodat. De azt mondja, aki ezen a területen tökéletességre jut a beszédben, és a beszédben való tökéletességre jutás az, hogy azonosan beszéljél azzal, amit Isten gondol rólad. Nem mondhatod, hogy te egy szerencsétlen flótás vagy. Nem mondhatod azt, hogy te egy lúzer vagy. Nem mondhatod te azt, hogy egy nyomorult senki vagy. Hanem azt kell kimondanod magadról, hogy megváltott vagyok. Hogy szent vagyok. Ez az vagy. Krisztus Jézusban szenté lettél, megigazított lettél, felveszed az új ruhádat, a megszentelődést. És igazából Krisztus Jézusban bűntelen vagyok, szerelmes gyermek lettem, fiú lettem Jézus Krisztusban. Csak olyan érdekes, csak a Galata levélből egy-két ige, amit a Galata levél ír, amikor törvény alá megyünk.
Az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből. 2.16, 2.19, mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. 2.21, ha a törvény által van az igazság, tehát a Krisztus ok nélkül halt meg. 3.2, a törvény cselekedeteiből nem kapunk Szent Szellemet. 3.10, mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak. 3.11, a törvény nincs hitből, hanem testből van. 3.13, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. 3.18, törvényből nincs örökség. Nincs örökség. 3.19, micsoda tehát a törvény? Bűnök okáért adatot, amíg eljön a megváltás. 3.23, minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk. 3.24, ekként a törvény Krisztusra a vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. 3.25, de minek utána eljött a hit, nem vagyunk többi a vezérlő mester a törvény alatt. 4.5, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot a szolgaságból. 4.29, de valamint akkor a Isten szerint született törvény üldözte a szellem szerint valót, úgy most is Izsák Izmael. 5.4, elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. 5.14, az egész törvény egy igében teljesedik be, szeress fel a barátodat, mint magadat. 6.15, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés, stb. Galata levél. Ezt csak így szösszenetként felolvastam nektek, és mégis hányszor mentünk vissza a törvény alá. És az új szövetséget is úgy értelmeztük, mint törvény. Tehát amikor a beszédünkbe és a cselekedeteinkbe elkezdünk beszélni, egyébként a cselekedet, az első cselekedet egy kicsit összefügg a beszéddel, mert az az első cselekedet is a beszéd. A beszédünkbe elkezdjük azonosan gondolni, azonosan mondani, amit Isten gondol rólunk, akkor elkezdődik az a csoda, ami az örömhír. Nagyon lényeges dolog az, hogy amikor megváltoztunk ebbe az egészbe, akkor elkezd majd gyümölcsözni. Nem fog mindjárt gyümölcsözni, mert ez olyan, hogy általában egy szőlőtőke is 3-4 éves korában kezd el teremni, általában egy gyümölcsfa is nem mindjárt terem gyümölcsöt. Tehát nem mindjárt termi meg a rossz gyümölcsöt, se a rossz tanítás, hanem idő telik el, amire megnyomorodik az ember, amire teli lesz félelemmel, amire újra a bűnök uralma alá kerül, idő kérdése, és természetesen aztán kikerül a gyülekezetből. Ezért a testvéreink nagy része a gyülekezeten kívül van a mai napon, azért, mert a törvény kipenderítette innét őket. És igazából, amikor elkezdjük ezt beszélni, elkezdjük ezt megérteni, elkezdünk e körül gondolkodni, ebben élni, akkor megváltozik az életünk. Egy szó, amit kimondasz, az elindíthat egy poklot, és egy szó, amit kimondasz, elindíthat egy mennyei áldást. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen mértékű jelentősége van ezeknek a dolgoknak, de higgyétek el, hogy valami félelmetes dolog, amikor egy embert, amikor bűnbe kerül, nem kárhoztatod, hanem vigasztalod. Nem elítéled, hanem megérted. Nem lemondasz róla, hanem bízol benne. Ez a kettő között az Ószövetség és az Új Szövetség dilemmája, vagy ellentéte, vagy nem is tudom, Krisztus, amit feloldott, az jön elő. És amikor ezt ebbe belelépsz, akkor megváltoznak emberek. Míg amikor elítéled a saját gyerekedet is, amikor elítéled, akkor a saját gyerekedet tönkreteszed. Amikor átöleled, szereted, megérted, akkor a saját gyerekedet is hozzásegíted ahhoz, hogy megváltozzon. Minden egyes dologra kiterjed ez, amiről most beszélek. Minden egyes dolgot meghatároz. A munkahelyi problémáitól elkezdve az anyagi dolgaidon keresztül, a gyereknevelésen, a házastársi kapcsolaton.
A házastársi kapcsolatban, ha a törvény van, akkor az a házastársi kapcsolat tönkre megy. Amikor a kegyelem van, és a szeretet uralkodik, és a megbocsátás, és az irgalom, akkor pedig az a házastársi kapcsolat felvirágzik. És ezek olyan érdekes dolgok, hogy persze tudjuk, de mégis, mint hogyha meglennénk félemlítve, mint hogyha azt gondolnánk, hogy nekünk muszáj ebbe tovább élni. Azt mondja Pál apostol, és most egy kicsit csak a beszéddel kapcsolatban szeretnék megint egy ige zuhatagot felolvasni, csak azért raktam össze, és mindjárt végzek is, én pontosan be fogom 5 percben fejezni. Tehát egy olyan ige zuhatagot szeretnék most rátok olvasni, elétek tárni, amit 3 levélből raktam csak össze. 3 levélből. Hogy mit gondoljál, hogy mit beszéljél, és hogyan értelmezd az életedet. De mielőtt ezt felolvasom, Pálnak egyetlen rövid kis igéjét olvasom fel, amit a cselekedetekről írt, ami azt mondja a Róma 15-18, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam. Tehát azért nagy különbség van az, amit te cselekszel, meg az, amit Krisztus általad cselekszik. Ezt mutassa meg neked az Úr, hogy mit jelent. És a szokás, amikor már a cselekedet, a gondolat, a beszéd és a cselekedet szokássá válik, akkor látjuk, hogy Lukás 22:39, és kiment az ő szokása szerint az olajfák hegyére. Tehát Jézus már nem is gondolkodott, oda járt, szokásból oda járt. Ez egy jó szokás. Nem csak rossz szokások vannak, hogy rád gyújtasz a cigire, hanem van jó szokás is, amikor a gondolatod, a beszéded, a cselekedeted egy szokássá erősödik benned. És ez a szokás, ez olyan, mint hogy hétfőn mi az Ervinnel együtt szaunázunk. Ez a mi szokásunk. És ettől nem térünk el, azért mert ez jó nekünk. És hétfőn erről szól a papok vasárnapja. Szokássá lett a cselekedet. Szokássá lett. És képzeld el, hogy mi olyanok vagyunk, te is meg én is, hogy a cselekedeteink szokássá válnak, hogy reggel teázom. Ez egy szokásom. És nem mindegy, hogy milyen szokást tűrsz meg az életedbe, mert mint említettem, ez meg fogja határozni az életedet. Teljesen meghatározza az életedet, a szokásaid. És a keresztény szokásaid a legrosszabbak, amikor rosszul gondolkodsz, és rossz szokásaid vannak ezzel kapcsolatban. Meghatározza az életedet. Befejezésképpen csak az, hogy még a gondolatokhoz, az Isten igéjéhez, hogy mit gondoljunk, mit beszéljünk, mit cselekedjünk, elolvasok 1-2 igét, és ezzel be is zárom a mai kis szösszenetet. Efezus levéllel kezdem. Gyönyörű, gyerekek, gyönyörű, most szépen olvasom, ez fantasztikus. Megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Kiválasztott minket a világ teremtése előtt. Szeretet által legyünk szentek és fedhetetlenek. Szeretet által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiává fogad Krisztus által. Benne van a váltságunk az ő vére által a bűnök bocsánata. Egybeszerkesztett mindent a Krisztusban. Megpecsételt a Szent Szellemben. Megelevenített a halálból a bűneinkből. Megelevenített együtt a Krisztussal. Vele együtt feltámasztott. Te fel vagy vele együtt támasztva. Fantasztikus. Nem érted? Nem baj. Vele együtt ültetett a mennybe a Krisztusban. Megmutassa a kegyelmének gazdagságát, hozzánk való jóságát. Ő a mi békességünk. Ő magában békességet szerzett. A keresztfán megölte az ellenségeskedést. Nem vagyunk jövevények. Polgártársak, szentek vagyunk. Isten hajléka vagyunk. A nemzetek örökös társak. Általunk ismertetik meg Isten sokféle bölcsessége. Isten szerint teremtetett az új ember igazságban, szentségben. Világosság fiai lettünk. Az egyház lett Krisztus menyasszonya. Isten szerelmes benne, beléd. Filippi levél. Ez eddig az Efezus levélből volt 1-2 gondolat. Filippi levél. Isten békességét kaptuk,
ami megőrzi a szívünket, gondolatainkat, amit már olvastam is. Krisztus megerősített bennünket. Isten betölti a mi szükségleteinket. Kolossze levél. Alkalmasakká tett minket. Megszabadított a sötétség hatalmától. Átvitt minket az ő szerelmes fiának országának. Benne van a váltságunk, a bűneink bocsánata. Stb. Most már nem tudom, már annyi mindent kéne olvasnom. Köszönjük, Uram, hogy ez az igazság, ez a Te ígéd. Romboldd le a rossz gondolatokat magunkkal, és veled kapcsolatban is, mert Te egy szerelmes atya vagy, egy szerető Isten, aki eljöttél, azért hoztad el a fiadat, és azért, ha meg Jézus értünk, hogy mi szabadok legyünk, és amikor ezen gondolkodunk, el fogunk tudni szakadni a bűneinktől, a rossz szokásainktól, a rossz beszédünktől, a rossz gondolatainktól. El tudunk szakadni, Uram, attól a kényszeres, törvénykező kereszténységtől, amibe belevezettek bennünket. És ki tudunk jönni a tág térre. És ki tudunk jönni, Uram, oda, ahol a szellemed fúj. Hogy nem tudjuk, honnan jöttünk és hová megyünk. És tele leszünk örömmel és békességgel, tele leszünk megigazultsággal, tele leszünk örök élettel, tele leszünk Isten szerelmével, tele leszünk az Úr közelségével, és ez fogja okozni bennünk, hogy egyre jobban bűntelenek leszünk, mert már nem a testünk szerint élünk, hanem szellem szerint, mert a test gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Jöjj, drága Szent Szellem, szabadíts fel itt mindenkit, akik itt vannak ezen a helyen, és akik nézik ezt a videót is, hogy szabaduljanak fel minden hamis tanítás, minden eretnek beszéd, minden rossz, gonosz gondolattól szabaduljatok fel a Jézus nevébe. És jöjjön az Isten békessége, hogy meglássátok, hogy megbékélt veletek az Isten, hogy szeret benneteket, feltétel nélkül mindig is szeretni fog. És ha anyád és apád elfeledkeznének rólad, az Úr nem fog elfeledkezni, az Úr magához vesz téged. Az Úr szeret téged, az Úr markába vésett téged a kereszten való szögek által, ott van a neved a markába, hogy meghalt érted, hogy te szabad legyél. Hidd el, fogadd el, hogy bűntelen vagy Jézus miatt, aki bűnné lett érted, hogy te bűntelen legyél. Legyen áldott a te életed. Amen.